Kötelező lesz a szülőtartás. A PTK a rokontartás szabályai között rögzíti, de az alaptörvénybe is bekerülhet a kötelezettség, amely biztonságot nyújt az idős és rászoruló embereknek. Kedvező lehet a hitelkiváltás. Két évente minden családnak ajánlott felülvizsgálnia a hiteleit. Sok esetben érdemes a meglévő kölcsönöket egy olcsóbbal kiváltani. Beindult az autópiac, a magánszemélyek inkább a használt kocsikat keresik, a cégek pedig flottát vásárolnak. Kötelező lesz a szülőtartás. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A PTK a rokontartás szabályai között rögzíti, de az alaptörvénybe is bekerülhet a kötelezettség, amely biztonságot nyújt az idős és rászoruló embereknek akkor, ha nem tudják eltartani magukat vagy fizetni idős otthoni ellátásukat. Jó napot kívánok! Rádi néni, mérünk egy vérnyomást, jó? Hogy tetszik lenni? A vérnyomásmérés napi rutin feladat a Nyíregyházi Szent Katalin szeretett otthonban. Az alapítványi intézetben közel 100 idős ember él, a legtöbbjük 64 év feletti. Nyíregyházáról és közvetlen környékéről kerülnek be az otthonba. Az utóbbi években több magán alapítványi és egyházi fenntartású idős otthon nyílt. Folyamatosan növekszik ugyanis a nyugdíjasok száma. Ez a megye korszerkezetéből adódik. A 64 évesnél idősebb lakosság lélek száma az meghaladta 82 ezret, és folyamatosan bővő 2001 és 2014 között 6000-rel lett több. Ugyanezen időszak alatt az aktív korúak, vagyis a 15-64 éveseknek a száma mérséklődik. Ez azt is jelenti, hogy egyre több eltartott jut az aktív korúakra. Jelenleg 115 000 forint az átlag nyugdíj. A magyar társadalomban nem jellemző az öngondoskodás. Az alacsony nyugdíjból élő idősekről gyerekeik gondoskodnak, ha tehetik. A mi intézményünkben az egy, illetve két ágyas elhelyezésért egyszerű belépési díjat kell fizetni. A három ágyas elhelyezés díjtalan, tehát mi nem kérünk ezért belépési hozzájárulást. A személyi térítési díj, amit a törvény előír, a nyugdíjuknak a 80%-a terhelhető ilyen formában, tehát végül is ez adja meg azt, amit elvehetünk az idősektől. Amennyiben ez nem éri el azt a minimum szintet, amit az intézmény előír, akkor a hozzátartozónak vállalni kell a kiegészítését. Az alaptörvény 16. cikkében az szerepel, hogy a nagykorú gyerekek kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről. A szülőtartás részletes szabályait a polgári törvénykönyv rendezi. Eszerint a szülőtartásra a rokontartás általános szabályai vonatkoznak. Az alaptörvénybe kívánja ezt a jogalkotó beemelni, és történetesen a megtérítési részét, mert hiszen az alaptörvényben eddig is benne volt a gyermeknek, a szülővel, a szülőnek a gyermekkel szembeni kötelezettsége, egészen a tanítatás kötelezettségéig, iskoláztatás kötelezettségéig, de az, hogy ha egy szülő nem képes magát eltartani, vagy egészen, vagy részben, hogy ennek a finanszírozása, kinek a kötelezettsége, kivel szemben érvényesíthet igényt, az nem volt benne eddig az alaptörvényben, és én úgy tudom, hogy erre irányuló törekvések vannak. A szülőkről való gondoskodás etikai kérdés, a jogi gyakorlatban elenyésző a szülőtartással összefüggő polgári perek száma. Két évente minden családnak ajánlott felülvizsgálnia a hiteleit, ezt mondják a szakértők. Ha a kedvező ugyanis a gazdasági környezet, akkor érdemes lehet a meglévő kölcsönöket egy olcsóbbal kiváltani. Jelenleg az alacsony jegybanki alapkamat miatt sokkal kedvezőbb hiteleket lehet felvenni, mint például 5 évvel ezelőtt. A legköltségesebb hiteleket a személyi kölcsön, a gyors kölcsön és a hitelkártya jelenti. Ezekből többet is használhat bárki, így könnyen előfordulhat, hogy egy idő után magasabb törlesztő részletet kell fizetni. Ha ehhez autó vagy lakás kölcsön is társul, az jelentősen megterhelheti egy család pénztárcáját. Ilyen esetekben érdemes lehet elgondolkozni a hitelkiváltáson, amelyre most a korábbiaknál kedvezőbb kamatkörnyezetben van lehetőség.
Alapvetően többször tapasztaljuk azt, hogy az ügyfeleinknél is több személyi kölcsön vagy több hitelkártya van. Ezeknek jellemzően magasabb a kamata, ezért pont ezeknél a hiteleknél javasolnánk azt, hogy érdemes bemenni egy pénzintézethez és megkérdezni, hogy összerendezve, összerázva egy alacsonyabb kamatú, akár hosszabb futamidejű hitelre is átváltható-e. Itt lehet a legtöbbet nyerni, akár havi likviditás szempontjából, mint törlesztő részletcsökkenésnél, akár pedig kamatok tekintetében. Tehát egy 16-18-23%-os hitelt manapság azért már meg lehet kapni egy 10-10%-os hitelként. Jelenleg 100-150 féle lakáshitel konstrukciója van a pénzintézeteknek Magyarországon. Ezek gyakorlatilag mind olcsóbbak, mint amiket néhány évvel ezelőtt lehetett elérni. A bankok nagyon versenyeznek az új ügyfelekért, akár kezdeti költségek nélkül is megigényelhetjük a hitelt. A másik az pedig a kamatkörnyezet. A jegybanki alapkamat az erősen kihatása van arra, hogy mennyi a hiteleknek a kamata és a törlesztő részlete, és ugye ha csökken a jegybanki alapkamat, akkor a hitelek is előbb-utóbb olcsóbbak lesznek. A probléma az, hogy innentől a mostani szintről lejjebb már nem sokat fog tudni csökkenni a jegybanki alapkamat, tehát a hitelek sem lesznek olcsóbbak, viszont hogyha a gazdasági helyzet az rosszabb lesz, akkor könnyen lehet, hogy a jegybanki alapkamat emelkedése miatt akár 20-30-40%-kal magasabb lesz a forinthiteleknek a törlesztő részlete, akár pár éven belül. Éppen ezért a változó gazdasági környezet kiszámíthatatlansága miatt mindenképpen érdemes rögzített törlesztő részletű hiteleket keresni, tette hozzá a szakértő. Úgy tűnik, kezd magára találni a válságban leült autópiac. A magánszemélyek inkább a használt kocsikat keresik, a cégek pedig flottát vásárolnak. A megyében is egyre többen cserélik le autójukat. Az egyik helyi cég kereskedelmi igazgatója azt mondta, 16%-kal nőtt az eladás az első negyed évben. Ebben a nyíregyházi kereskedésben új és használt autókat is értékesítenek. Országos szinten az új autó eladások száma mintegy 15%-kal növekedett az első negyedévben, ami 3200-zal több eladott autót jelent az előző év azonos időszakához képest. A szakértők így a tavalyitól jóval nagyobb forgalomra számítanak az új autók piacán. Országosan a személyautó, illetőleg a kis használjármű számok azok jobban alakultak, mint az eredeti elképzelésünk volt. Ennek megfelelően a személyautókban egy várhatóan 5-6%-kal fölötte lesz a piac annak, amit mi gondoltunk még januárban. A növekedés nagy részét országszerte a céges vásárlók teszik ki, de a magánszemélyek vásárlói kedve is nőtt az utóbbi hetekben. Csősz Viktor azt mondta, a megyében több autót adnak el, mint az országos átlag. Nálunk egy picit még jobb tendencia volt, tehát jelentősebb volt a növekedés. A használt autó területen is erős növekedés tapasztalható. Úgy látjuk, hogy az első egy-két hónap egy picit nehezen indult, de most már az április magára talált, és egyre több használt autó kerül értékesítésre. Itt is egyébként egy olyan 16%-os növekedés tapasztalható az előző évhez képest. Országos szinten mintegy 30%-kal nőtt a használt autók hirdetésének száma, a külföldre behozott autók száma pedig majdnem az egynegyedével lett több a tavainál. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében viszont kevesebb autót hirdetnek most, mint tavaly. A tulajdonosok száma sem emelkedett, viszont az adásvételek száma nőtt. Ha megnézzük a járműállományt, hogy ott Szabolcs hogy áll, akkor azt látjuk, hogy a 3,2 milliós személyautóállományból Szabolcsban 153 ezer van, ami 4,8%. És ez különösebben nem változik. Azonban a tulajdonos változások száma az 5,3%-a az országosnak, tehát azt jelenti, hogy az adásvételek egy kicsit jobban pörögnek Szabolcsban, mint amilyen a járműállomány számából következne. Ebből arra lehet következtetni, hogy a megyében egyre többen cserélik le az öreg autóikat. Fodor László elmondta, a gazdát cserélő használt autók átlagára az utóbbi évi 1,5 millió forintról idén 1,8 millió forintra emelkedett. Kampányt indít a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a szállodák hivatalos csillagbesorolásának megismertetésére. Hogy miért, az hamarosan kiderül. Előtte nézzük, miről lesz még szó a mai híradóban. A harmadik helyen végzett a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsei Díjese. Hadobás István együttese 13 győzelem és egy döntetlen mellett 4-szer szenvedett vereséget.
Kilencedikként zárták a szezont a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Az NTK a 12 csapatot felvonultató legmagasabb osztályban 8 győzelem mellett 14-szer szenvedett vereséget. Kampányt indít a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a szállodák hivatalos csillagbesorolásának a Hotel Stars védjegy megismertetésére. Sok helyen ugyanis szálloda vagy hotel védjegyet használnak úgy, hogy az engedélyt panzióra kapták meg. Nem árt, ha körültekintően választanak szálláshelyet az utazók. Sokszor megesik ugyanis, hogy a hirdetések nem vállalnak garanciát a szálláshelyek minőségére. Néhány kattintással az úti célpont és a szálláshelyek is fellelhetők szinte ugyanazokon az oldalakon. A foglalások 80%-a neten történik az egyes szállodai kategóriákat illetően, a legtöbben a háromcsillagos szálláshelyeket keresik. Nem árt vigyázni, mert a szálláshely közvetítő oldalak garanciát és minőséget nem vállalnak a szálláshelyek színvonalát illetően. Ezeken a internetes szállásfoglaló oldalakon megtalálható a szállodáknak az elérhetősége. Menjenek rá arra az internetes oldalra, ugyanúgy ülve otthonukból meg tudják nézni, és a szállodának a honlapja azért sokkal, hogy mondjam, valódibb képet mutat, és az ott feltüntetett árak, az, hogy mit tartalmaz a szolgáltatás, sokkal valósághűbbek, és hogyha azon keresztül rendeli meg a szállást, illetve az utazást, akkor viszont a szálloda tartozik felelősséggel. Európában 16 ország 28 ezer szállodát minősít egységes szabályrendszer alapján. A Hotel Stars egy minőségi rendszer. A szállodacsillagoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a vendégek megkapják, amire befizettek. 270 kritérium alapján vizsgálják a szállodákat, ami egy nagyon szigorú rendszer. A vendégeknek biztosítani kell a széfet, az értékeik véget. Ez a szállodának is jó, a vendégnek is jó. És ez kifejezetten laptop szép. Tehát Nyíregyháza egyik 4 csillagos szállodája ezért is pluszpontot kapott a minősítéskor. A tulajdonos megmutatta, hogy a szobák igényes berendezését, az ágyak elhelyezését, a matracok vastagságát, de még a hotel dekorációt is vizsgálják a Hotel Starsban. A csillagokat nem elég megszerezni, minden évben meg is kell tartani azokat. Szúrópróbaszerűek ezek az ellenőrzések, úgy hívják őket a Szálloda Szövetségen belül, hogy mystery shoppingok. Ezeket tartják, titokban, inkognitóban érkezik az adott vendég, akiről ugye nem tudjuk, hogy csak annyit tudunk, hogy egy szimpla vendég, de tulajdonképpen ő az ellenőr, és különböző próbáknak veti alá a szállodát, illetve a szálloda minden részlegét, a recepciót, az éttermi dolgozókat, a konyhát, a szobaasszonyokat. Mondjuk egy idő után már lehet sejteni, mert túl sok kívánság van általában ezeknek a vendégeknek, de mindez titokban zajlik, tehát általában nem tud a szálloda arról, hogy mystery shopping alatt áll. A védjegy minősítést 4 évre kapja meg a szálloda. A szálláshelyeknek egyébként nem kötelező használniuk a csillagokat, ha nem szeretnék minősítetni magukat. Vagy használhatnak tetszőleges jelzéseket is. A falusi vendéglátóhelyeken a napraforgók magyar védjegy. Idén országszerte már közel 600 nyári tábor közül választhatnak a gyerekek és szüleik a szünidő alatt. Ez 10%-kal több, mint tavaly, de még folyamatosan bővül a kör. Egy gyerek táboroztatására átlagosan 35 ezer forintot szánnak a szülők. Most még üres a Nagykálló harangodi tábor területe, nyáron azonban van olyan nap, amikor 1000 ember is ellátogat ide. Idén már 32. alkalommal rendeznek majd itt nomád népművészeti tábort, ahol kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek a népzenével, a néptánccal, valamint kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Nem csak gyerekeknek szól, hanem családoknak is. Tehát itt a táborban pár hónapos kortól kezdve volt, azt hiszem, 89 éves néni ünnepelte itt a születésnapját, és ugyanúgy sátorban laknak ők is, a pár hónapos kis csecsemőtől kezdve 89 éves nénig is, mint bárki más itt a harangod területén. Ez már Márok papi, itt egész évben folyamatosan szerveznek erdei táborokat, itt mindig sok az iskolás diák a szálláson. Jó kis túrákat tettünk, igaz, hogy sarasak lettünk,
beszélgettünk, de nagyon izgalmas volt, nekem nagyon tetszik ez az iskola. Hát, ha lesz még itt tábor, én szeretnék még egyszer ide jönni. Én még csak egyszer voltam táborba az egyik barátnőmmel, és most fogok menni nyári táborba ezen a nyáron, és ez a tábor nekem nagyon tetszik, mert a túrákon megismertünk szép növényeket, furcsa állatokat, és a madarakról is tanultunk. A Márok-Papi táborban a természettel és környezetvédelemmel ismerkedhetnek meg a gyerekek, valamint mikroszkópos kísérleteket is végezhetnek. A legtöbb időt a természetben töltik az ideérkezők. A kaland és természetismereti táborba már 8 éves kortól várjuk a gyerekeket. Szoktak néha kisebbek is lenni, ha testvérrel jönnek. A kerékpáros táborban az felső tagozatosok és középiskolásoknak a jelentkezését várjuk, mert ott azért a fizikumra is szükség van, mert hosszabb túrákra is megyünk. Oda tudunk biciklit is biztosítani, de aki szeretné, saját kerékpárt is hozhat. És itt a környéken megyünk, kulturális értékeket nézzük meg. A gyerekeket már egyre fiatalabb korban iratják be nyári táborokba a szülők. A 2-3 évesek bölcsődéhez és óvodához hasonló napközis táborokba járhatnak. Statisztikai adatokból az is kiderül, a vidéken élő körében népszerűbb a táboroztatás. Egyre nagyobb a kínálat, idén 10%-kal nőtt. Országszerte közel 600 lehetőség közül választhatnak a szülők, de ez folyamatosan bővül. Fotós vagy főzőtábort, horgásztábort, idegen nyelvi kalandtábort, készségfejlesztő kézműves tábort, lovastábort, de nagyon populárisak idén a lövész és katonai táborok, a médiatáborok és örök kedvencként elérhetőek a sporttáborok, a színházi és tánctáborok, de népszerűek a természet és környezetvédő táborok és a zenei táborok is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a környező megyékben elsősorban a tematikus, azaz egy központi téma köré felépített táborok hódítanak. A táborok ára is folyamatosan változik, mi 2012-ben alig 30 ezer forintba került egy gyerek táboroztatása, addig ez az összeg ebben az évben 17%-kal 35 ezer forintra nőtt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy több táborba járatják a gyerekeket, sokan inkább a jobb minőségű táborokat választják. A harmadik helyen végzett a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Kölcsey díjese. Hadobás István együttese 13 győzelem és egy döntetlen mellett 4-szer szenvedett vereséget. A juniorok mezőnyében a második helyet szerezte meg a Kölcsey. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Kölcsey díjese, Hadobás István együttese 31-19-re verte a miskolci Szepa AKS-e csapatát. A nyíregyházi gárda veretlenül a tabella élén állva vágott neki a tavaszi idénynek, amelynek első fordulójában rögtön vereséget szenvedett a Hajdúböszörménytől. A folytatás is hullámzóra sikeredett, így végül bronzérmes pozícióban fejezte be jubileumi szezonját a diákcsapat. Én azt gondolom, hogy az eredményjelző, illetve a tabella soha nem hazudik. Nyilvánvalóan szerettük volna mi megnyerni ezt a bajnokságot, de olyan sok nehézséggel küzdöttünk a tavaszi idényben. Elsősorban gondolok a rengeteg sérülésre, az irányítónk csak most az utolsó fordulóra nyerte vissza a régi jó formáját, rajta kívül is néhányan nagyon komolyan megsérültek, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan nehezítő körülmény volt, ami lehetetlenné tette, hogy feljebb végezzünk, de őszintén, ha valaki nekem az idény előtt azt mondja, hogy mi végig harcban leszünk az aranyéremért, és végül bronzot szerzünk, simán aláírtam volna, és hát tegyük hozzá ez a jubileum 25. idényünk az NB2-ben, ami például nélküli a magyar kézilabda történetében, én azt gondolom, hogy méltóképpen ünnepelhetjük ezt a szép kerekszámot. A juniorok mellett edzői feladatokat is ellátó Kelemen Gréta szerint a kifogástalan csapatszellem is hozzájárult a harmadik hely megszerzéséhez. Nagyon jó ez a csapat, mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer egy ilyen közösségbe legyen és belekerüljön. Nagyon szeretjük egymást, és nagyon jó velük dolgozni, mint a junior játékosokkal, mint a felnőtt játékosokkal. A Kölcsey is lányok egyelőre edzésben maradnak, mivel a bajnokságban második helyen végző junior csapat még pályára lép a Szabolcs Kupa nemzetközi utánpótlás tornán. Június 4-én pedig egy Hadobás István által szervezett kézilabda gálán találkoznak majd azok a játékosok, akik az 1978 és 2016 közötti időszakban viselték a Kölcsey mezét. 9-ként zárták a szezont a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Az NTK a 12 csapatot felvonultató legmagasabb osztályban 8 győzelem mellett 14-szer szenvedett vereséget. A Bátonyterenyei egyéni területi döntőben induló 3 nyíregyházi játékos közül senki nem jutott be az országos fináléba.
A biztos bennmaradást megcélozva vágott neki harmadik szuperligás szezonjának az NTK. A 12 csapatos mezőnyben 100%-os teljesítménnyel a Szeged végzett az élen, megelőzve az Alegerszeget és a Lépcelakot. A nyíregyháziak a 9. helyen zártak úgy, hogy az utolsó forduló előtt fintáiknak még esélyük volt a 7. hely megszerzésére is. Az utolsó fordulókba dőlt el, hogy csupán a 9. helyre tud felkapaszkodni a csapat, bár hozzáteszem, hogy egész szezonban igazából nem voltak kiesési problémáink, azonban hiába értük be a Kaposvárt pontban, de sajnos rosszabb szettaránnyal mögöttünk végeztünk, és az utolsó fordulóban, mivel a Vasasszonyfa diadalmaskodni tudott a Kaposvár otthonában, így a Vasasszonyfa is előttünk végzett, úgyhogy azt lehet mondani, hogy könnyen akár két helyet is előrébb léphetünk volna, de úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem csalódás ez a 9. hely. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen stabil évet zárhatunk úgy klubszinten. Voltak szomorú hazai vereségeink idegenben, egy-két remélt győzelem helyett vereség, de úgy gondolom, hogy itt hazai pályán óriási bravúr volt először a Ferencvárost néhány fával megverni, majd pedig a győri nagy világbajnokkal felálló csapatot megverni, úgyhogy ezek mindenképpen olyan mérkőzések voltak, amik igencsak emlékezetesek maradtak jó néhány játékosunk számára. Az elmúlt hét végén három játékos, Hakker Dezső, Kascsúra Zsolt és Szlovenszky Tibor képviselte a nyíregyházi színeket a Bátony Terenyei egyéni területi döntőben. Közülük Szlovenszky állt a legközelebb a továbbjutáshoz, de 16 fával ő is elmaradt az országos döntőt jelentő 600 fától. Nagyon színvonalas volt a rendezvény, 9 darab 600-as eredmény született. Tudtuk az elején, hogy 10 fő jut tovább a 40-ből, és 600 alatt nem lehet tovább, be is igazolódott. Sajnos nekem a szenzációs teli eredmény után a tarolásom gyengében sikerült, pedig korábban azért ez volt a főbb erényem, és így sajnos nem sikerült a továbbjutás. 584-es eredményem nagyon jó, de ehhez a szinthez kevés volt. A nyíregyházi játékosok még edzésben maradnak, ugyanis május 21-én a szatmárnémeti csapatot vendégül látva zárja hivatalosan a szezont az NTK. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Kötelező lesz a szülőtartás. A PTK a rokontartás szabályai között rögzíti, de az alaptörvénybe is bekerülhet a kötelezettség, amely biztonságot nyújt az idős és rászoruló embereknek akkor, ha nem tudják eltartani magukat, vagy fizetni idős otthoni ellátásukat. Két évente minden családnak ajánlott felülvizsgálnia a hiteleit, ezt mondják a szakértők. Ha a kedvező ugyanis a gazdasági környezet, akkor érdemes lehet a meglévő kölcsönöket egy olcsóbbal kiváltani. Jelenleg az alacsony jegybanki alapkamat miatt sokkal kedvezőbb hiteleket lehet felvenni, mint például 5 évvel ezelőtt. Úgy tűnik, kezd magára találni a válságban leült autópiac. A magánszemélyek inkább a használt kocsikat keresik, a cégek pedig flottát vásárolnak. A megyében is egyre többen cserélik le autójukat. Az egyik helyi cég kereskedelmi igazgatója azt mondta, 16%-kal nőtt az eladás az első negyed évben. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 16-án, pünköst hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk majd. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!